Itt vagyunk a konyhában újra, itt vagyunk betérésen az afrikai csirkecombban. Na, végre el is találtuk, hogy Afrika, mondjuk az tényleg, azért én engedd meg, hogy utána járjak, hogy ez mitől afrikai, mert én nem hiszek ebben, mert... Jó, addig én megköstolom, majd addig meg elküldöm majd azt a kis cetlit, amire én ezt megköstolom. Te viszont nyugodtan kóstold meg, az egyértelműen látszik, hogy a csirke talán a legkönnyebb, úgymond ebben az egészben, az összes többi az kellően cuppogós, szaftos, az biztos, jó. Az biztos, de paradicsomos, vörösboros mártás, ugye, ahogy említetted, száraz vörösbor, kislányod nagy kedvence. De egyébként nem hiszem, de függetlenül hát az alkohol az kifejlődő, tehát az íze ilyen, nem tényleg. Gondolod te, de a szóval ne csodálkozzunk már, amikor a kislányod borozni jár délutánonként, tudod. De franciák tudják, hogy jó is. Nem akarok ezzel. Azt gondolom, hogy ez nem az. A krokettben nem halad, az bará? Nem. Nem, mert fogyózik, azt mondta. Hát ne leszem most szénhidrátot, hogy örülj. Fél éve mondja nekem, hogy fogyózik, csak nem, még ő sem tudja. De inkább titkokat nem árulok el róla, úgyhogy szerintem egyébként krokettel jó. Tehát igazán. Egyébként a vörösbor érződik rajta. Az legjobban, és egy kicsit azért ez a vörösboros marhapörkölt feeling jön, igen, van, csak csirkével. Tehát ez a... Aki nem szereti a marhapörköltet, akkor legyen ilyen. Szerintem egyébként ez mindenféle húsokhoz nagyon jó, ez a szaft. Tehát ezt alapnak így lehet. Rakjunk el neked? Minél haza? Csak azért kérdezem, mert hogyha rá akarsz készülni a karácsonyra, mutatom közze, tehát maradt még szaftunk. Kettő darab csirkecombot, de muszáj, hogy legyen szaftja. Tehát ha nagyon jól tud jönni karácsonykor, hogyha van valami, ami gyorsan elkészíthető és finom, és az azért elég gyorsan megvan. 40 perc. Nem kell elég. Előkészülettel együtt, nagyon hamar megvan. Uh-huh. Nem kell elég napot, egész napot állni a tűzhely előtt. Egyébként a fem3.hu oldalon meg is találhatják, kedves nézők, a receptet. Igen, és én viszont elintézem, hogy a közösségi oldalunkra is felkerüljön. Ha kell, akkor én a reklámbrékbe feltöltöm Bettinek a receptjét. Figyelj, nem tudom, hogy az ígéreteiddel tele van a padlás, nem tudom, hogy mennyit változ. Elhiszed, hogy a közösség hamarabb fel lesz, mint a weboldalunkon? El fogom intézni. Betty, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Hoztam egy ajándékot egyébként a karácsony fátokkal. Oda fogjuk tenni a karácsony fánk alá, és amelyik nézőnk szeretné a Desperado egyik lemezét, ő meg fogja válaszolni a kérdésünket. A kérdést majd én kitalálom. Köszönöm szépen. Kellemes ünnepeket. Köszönjük.